A Szexuális Szakképzési Centrum Bezerényi István szakképző iskola pultjánál állunk, és Szabóné Kis Erzsébetet kérdezem, hogy milyen képzési formákkal várják az ide érkező tanulókat. Én is nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, és akik hallgatnak, látnak bennünket. A Bezerédi Szakképzőiskola kezdetektől fogva gazdasági képzéssel foglalkozik. A 2020-21-es tanévben is az általunk már régóta alkalmazott szakterületeket fogjuk kiemelten kezelni. Így a kereskedelem, a közgazdaság, az ügyvitel és a logisztika fog majd megjelenni a palettán, amelyekkel találkozhatnak majd az érdeklődők. A kereskedelem ágazatban a technikumi képzést és a szakképzőiskolai képzést is fogjuk majd kínálni. Ahogy már többen tudják, a technikus képzés az egy 5 éves képzési formát fog majd jelenteni. Az 5 év alatt érettségi bizonyítványt és technikusi végzettséget fog majd kapni a tanuló. A kereskedelmi ágazatban 2 területet szeretnénk majd kiemelten kezelni. Az egyik a kereskedelmi és webáruházi technikus lenne. Ez a kereskedő és webáruházi technikus szakirány, ez azokat a diákokat fogja majd elsősorban vonzani, akik érdeklődnek az online kereskedelem és a valódi hétköznapi kereskedelem iránt is, akiket érdekel az értékesítés, akik szeretnek emberekkel foglalkozni, akik számára fontos, hogy egy bolt képe megfelelő legyen. Az online kereskedelem a fiatalok körében is nagyon népszerű, így az informatika oktatásra is nagyon nagy hangsúlyt fogunk fektetni. A másik szakirány a kereskedelmi, ipari és kereskedelmi technikus. Ez az idegen nyelvű, ipari és kereskedelmi technikus szakirány azért nagyon lesz majd fontos, hiszen itt a német nyelv lesz a kiemelendő terület. A német nyelv fog majd a tantárgyi blokkban is megjelenni, nem csak az érettségi tantárgyaként. Ezen a német nyelvi szakterületen a diákok kapcsolatokat fognak építeni, nemzetközi kapcsolatokat fognak majd ápolni, pályázatokat, értékesítéseket, ügyintézést fognak folytatni, tehát a szakmai gyakorlatuk egy része is külföldön, Németországban is lehetséges. A harmadik irány, ez pedig a közgazdaság irány, amely egy picit ötvöződik az ügyvitelágazattal is. Ebben az ágazatban vállalkozási ügyviteli technikusokat fogunk majd ügyintézőket képezni. A nevében is benne van, hogy a vállalkozás szakterületén a könyveléssel és egyéb számviteli feladatokkal is nagyon meg fognak ismerkedni, és mindent megismernek az ügyviteli adminisztrációs területen is. Az első nyílt napi találkozásunk november 23-án 3:45-11 óráig lesz. Itt egy interaktív szakma megmutatóval egybekötött szülői és tanulói találkozást szervezünk. Megismertetjük az útvonalakat, az érdeklődési irányokat, a pályákat az érdeklődőkkel. A másik nyílt napunk pedig december 6-án lesz. A december 6-ai nyílt nap a tájékoztatókon kívül bemutató órákat, nyílt napi órákat is fog jelenteni az érdeklődő tanulók számára.